Na, sziasztok, srácok, itt vagyunk egy újabb videóban, és nézzétek, milyen gyönyörűség van itt előttem. Nem én találtam, hanem egyik. Tehát a Péter mondta, hogy itt található ilyen gomba. Gondoltam, akkor most leszedem. Ups. Ja, és igen, ekkor van az, hogy valójában otthon felejtette a szacsot, mindegy, ez egy ilyen kis pici gombák, úgyhogy, jó. Nincsen annyira nagy gáz, mert zsebre tudom vágni őket. Most begyűjtögetem őket szép. Várjál, biztos, hogy van itt valami zacskó félre dobva. Hát, ha tudok gyűjteni. De látjátok, hogy ez így néz ki. Ott a kis egy nagyon aranyos gomba, nagyon finom, de ha már itt van, akkor begyűjtöm őket, mert direkt itt lassan jövök lefele, mert mondta, hogy itt lehet találni. Hát tényleg lehet, úgyhogy ez tök jó. Fő kéne oda mászni, de nem akarok, hogy itt tesz ki múlva. Várja, oda ki tudnám kötni. De vagy elhalt tuskókon nő, és látjátok, még nagyon ritka. Ritka. Ez még ilyenkor ritka. Szóval szépen gyakorabbi lesz. Na jó, akkor zsebre vágjuk. Jó, azért van zsebe a kabátnak, tehát van zsebe. Szerencse, hogy van zsebem. De hát most nem tudom, mit csinálnék a gombával. Köszönöm, hogy rohadna meg a kezemben. Igen, szatyrot soha ne felejtsetek el hozni. Ugyanis ha elfelejtitek, az ciki. Az akkor az nagyon ciki, az nagyon gáz. Várjál, hát úgy hallottam, hogy több is van erre felé, hát meg szinte biztos, hogy van erre felé. Hát, hogy ja, itt egy romház. Ez még nem magánterület, onnantól magánterület, de szerintem inkább kutatom a kutyát. Ott oda a határa kéne. Nem lakik amúgy senki, ez nem magánterület. Mert valahogy ki kéne kötnöm, mert én nekem itt most nincs kedvem vele itt szenvedni. Ja, nem kötöm ki ide. Nagyon rozog a jaj. Meg itt van lefedve valami csirkeháló. Nem tudom mi ez. Úgyhogy inkább valahol máshova kötöm ki. Erre mondjuk-e? Csak nem szedi le magát róla. Ó, ott még van egy pici. Nézzétek, milyen szép, de őt itt hagyom. Ott. Ott figyeljétek. A zoomolok. Hát ez akkora mindegy. Nem tudom, egy pár milliméteres. Őt még nem visszük el. Őt még nem viszem el, mert azért legyen több. Ó, ha nézem, itt vannak nagyobbak is. Most nőnek. Nézzétek, az egész nagy. Ez. Ups, korrekt. Leszedve. Itt egy pici, és tan a legpicibb a lábamnál. Úgy nem viszük még el szintén, mert hogy verje el a spúráját. Akkor itt lehet. Itt is van egy, na ez már pont egy leszedhető méret. Akkor őt is visszük magunkkal. Hoppój, mennyi. Mi kis, nem, jó kis gomba. Több nincs. Igaz? Nem is nagyon látok többet. Pedig ez egy gyakori gomba. Jó, nem ilyenkor, de már lehet ilyenkor is szedni gombát. Azért ez nem akármi. Ez azt jelzi, hogy már itt a tavasz, mondjuk a időjárás is ezt tükrözi nagyjából. Ups. Itt vannak amúgy a levelek alatt. Figyeljétek! Nem tudom, hogy itt van-e. Itt vannak a közelben valahol, csak egy őket találni. Piciket nem szedem le, mert egy, nem jó semmire. Kettő, meg hagyd legyen itt több jövőre. Tehát itt jövőre is hagyd legyen piros csészegomba még. Egy pár darab. Nem kell sok, egy pár darab. Én megmutassam, hogy kell őket begyűjteni. Hát alapból be kell őket gyűjteni azért.
Érdemes belőle érdemes gyűjteni a termőtesteit, ha már másnak is nem, legalább a dísznek, mert tök jól nézik ki. Tök jó. Akkor kicsit errébb lejjebb jövök, hát ha a hegy oldalon megpillantom őket, de nagyon nehéz, mert a levél alatt van. Ugye hát... Nagyon nehéz őket észrevenni. A piroslik valami a fűben, az egyértelmű, hogy az valószínűleg, ha nem szemét, akkor az piros csészegomba. Állj, ezt a másik oldalt, ezt nem is figyelem. Még biztos, hogy egy is van fönt. Meg itt akár. De baszki, mit csinálsz? Össze-vissza szaladgál ő. Ő neki nem izgalmas annyira a gombászás, mint nekem. Annyira imádom. Erdő, nyugalma. Pedig ez mondjuk egy pont egy, nem egy erdő, hanem csak ilyen fákkal beütetett kis szorse. Hopp, hopp. Esetleg itt egy kevéske. Az baj, nem adott meg pontos koordinátát a Péter, úgyhogy itt egy kicsit nehézkes megtalálni őket. Jó, találtam, lehet, hogy ezeket látta ő is. Én nem tudom. Ezt kimónom meg, hogy mi baja van, bazd meg. Már kurvára kezd elegem lenni. Várjál, hát itt is lehet, végül is. Ide is felnézünk. Hát most már mondjuk már nem olyan ritka, mint mondjuk egy hete. Hát összetolni lehetett tanálni, de... Így ez egyre gyakoribb lesz. Nőni kezdenek most már szépen. Érdemes tudni róla, hogy ne szedjétek le az összeset. Főleg azért, mert díszgombának van minősítve, tehát... Egyszerűen nem éri meg. Nem éri meg mindent leszedni, mert díszgomba. Tehát mondom, ez egy díszgomba faj. A baj, egyetlen ilyen kisebb csomót találtam, valószínűleg ott is nőtt. De nyilván csak ott jelenik meg, ahol előtt is nőtt. Vigyázzunk, mert itt eszkimó, ha belódul lefele. Ugye a piros színű és az osztrák csészegomba az ugyanaz a faj. Csak valahol így hívják, valahol úgy. Ezt kimondom, nagyon örülnék, ha... Hát mondjuk itt pont nem fogok találni. És igen, itt lesz bent a kicsinyásba a gomba. De ez benn valahol. Én nem látom, hogy tényleg nincsen itt gomba. Aj, nem ám, amennyi nyalja a füvet ez a hülye kutya. Baszki, ez arra bosszantó amúgy, hogy mindig megáll füvet nyalni. Arra alatt érdemes keresni, mert ez arra alatt nő a gajakon. Nyaljál már mindent. Én meg is körbe teker. Ilyen nincsen. Na ezért ne gyertek kutyával gombászni. Nekem van több ilyen helyem. Szóval ott a bicikli. Ne nyaljál már mindent össze, kutya. Nagyon kapcs. Várjál csak, itt van ez a farünk. Erre ráteszem azt. És kössem rá a fogajra, akkor viszont leteszem egy kicsit a kamerát a földre, ne haragudjatok. Na hát megkötve. Ez kikém egy kicsit, most muszáj volt megkötnöm őt, mert nagyon zavaró az, hogy egyik irányba húznak, mert ő más után megy, nem a gombák után. Jó nyalja, azt nyalsz, amit itt most ahit akarsz. Azért nem hagyom felügyelet nélkül, hogy el tudjon kapni, hogyha esetleg kiszabadul. Mondom, érdemes körülnézni több területen. Remélem nem fog onnan kiszabadulni, bazd meg, mert... Most ki fél szemmel őt kell tekintenem most meg így. De van itt több is. Így. Úgyhogy... Hát nincs. Nincsen most piros csészegomba. Majd csak reménykedem. Ott látszik innen az a... Na jó, elviszek egyet ebből a kisebbekből. Kis picikék. Hát nem az meg, hogy csak ezek a kis picikék vannak itten.
Biztos, hogy van itt a környéken. Nagyobb is. Csak én vagyok vaksi. Én sebre vágjuk. De hát ide köztán reménykedek benne, hogy nem szólnak rám, de az meg. Amikor piros csészézni szeretné, de nincs. Nincs. Szóval nincsen. Olyan szép termetes példány. Olyan, hogy tényleg érdemes leszedni. Csak a kicsi van. Apró termetű gombák. Azok vannak. Szegénykém, jól van. Fölcsavartad megint a pórászodat. Én, jó kutya. Látjátok, hogy milyen nyugodt? Őt amúgy azért egy nagyon jó kutya. Tök jó nyugodt. Olyan nyugodt, szegénykém. Nem is csodálom, bazd meg. Én is nyugodt lennék, hogyha térbe kapnák valamit. Nem fincsiséget. Amúgy meg megyek vele mindjárt tovább, csak nem revideózom nektek ezzel. Sajnos nem én találtam meg őket. Szörügy lehet. Az a baj, hogy ezt az utat ugye használják is. Nyilván ugye van, aki ismeri, hogy ez egy ehető gomba, le fogja nyúlni. Tehát meg a vaddisznók, vadállatok, mindenféle szarvasok. Jaj, kutya, ne ugassál most még. Mert még egy kicsit itt szeretném maradni gombázni, hát a kutyával borzalmas, de máshogy meg nem jöhetek. Tehát, hogy kikötöm inkább, tehát ne aggódjatok, mindjárt elengedem. És nem elengedem, hanem kikötözöm a fúrázát, csak muszáj megkötni, mert bolond. Buta. Buta, és nem lehet úgy mondjuk elengedni, hogy mondjuk itt sétáljon mellettem, mert sajnos ahhoz meg nincs meg már szegénykémnek az esze. Jó, át akarom nézni ezt a partot csak, hogy mégiscsak piros csészékkel térjek haza. Nagyon látok, szerintem ezt már reszették. Vagy vaddisznók elvitték, vagy én már nem tudom. Hát elvitték. Nincs több. Egyszerűen nem akarnak. Nem látok egy darabot sem. Egy darab nem sok, annyit nem látok. Esküszöm, bazd. Egy darabot nem látok. Jövök el. Itt jöttem végig. Azóta, hogy itt videózok. Zöld hulladék mellett esetleg. Nem lehet ilyen gombát találni? Na baj, sajnos az avar alatt van főkép. Kutya az közben néz. Na. Hát, úgy látnám, mint ami lenne, de azért egyet szeretnék találni, hogy elköszönjek úgy, hogy így ágaskodik ki a földből. Úgy szeretnék egyet találni. Én nincs kedve most az egész avart itt felkaparni. Pár nyomvad bombáért cserébe. Hát jó van, akkor nem lesz már itt gomba pörkölt. Nem is akartam ebből pörköltet csinálni, mert ez nem jó annak, hogy ja, nem lesz gomba. Nagyon jó lenne pedig. Hát mindegy, akkor nincsen. Ez azért a kutyát is nézem, hogy nem megszökjön. Azért az nem lenne kellemes. Meglépte baszkén 400-es kutya. Hát több ilyen kisebb területen is meg fogom nézni, természetesen. Nyilván ilyesmiért nem nézzem meg. Azt hiszem már nem biztos, hogy videóba fogom megtenni. Itt vagyok, Eszki! Jaj, én is bele sikerült tennem a lótrágyába. Igen, ott a pici. Ott a pici. Ott a kicsi. Jaj, lehet, hogy itt még van. Nem ez valami növény. Igen, nagyon ugat. Nagyon ugat valaki. Hopp.
Hopp, itt egy. Ez sikerült kitolnom, úgyhogy keresünk másokat. Na nézd ki, hogy csak itt nőtt. Eddig még ki. Nézd. Nem mindenhol egy helyen jön fel, ám. Nem. Ez a spórászórás idő. Igen. Mikor szóródott itt el a spóra. És akkor... Jaj, ez az eszki nagyon ugat, szegénykém. Ja. Videózás, mint én nagyon kö... Hó volt? Volt a pici. Kezdtem azt is kitörni. Itt lesz még. Hol van az a pici? Kitörtem azt is. Ja, ott van. Itt. Értek, ott van bent. Ott kukkant. Ott kukkant. Szegény kutya. Azt hittem, hogy itt írt. Idáig eljött, de nem. Itt kötöttem le szegény kémet. Úgy én. Attól, hogy most hogy kikötöm egy 10-15 percre, az nem jelenti azt, hogy én azért kötöl ki. Hopp. Nézzétek. Mutatom, hogy ha millő nől. Arról nő, látjátok? Ilyen fadarabokról. Tehát ó, van fadarab. Tudod, sok ilyen kisebb fadarab van. Ott biztos, hogy van ilyen gomba. Ugye? Itt a környéket érdemes átnézni szerintem. Hát rekord nem leszek, az biztos. Csak gombás videók között. Mennyi időt szerencsétlenkedek baszki két nyomvad gombáért. Alig van még. Alig. Alig. Néha-néha egy bele lehet még futni. De nagyon kevés. Nincs csapadék. Nincs eső. Az eső nélkül ez a maradék is meg fog dögleni. Ha nem kap ez sürgősen esőt. Ennek sürgősen esőt kell kapnia. Nem habat, esőt. Esőt kell neki kapni, a hó az nem jó, mert a hó az alapból nem nedvesség, csak ha elolvad, akkor kapja meg a föld. Na hát nem hó kell neki, eső. Gombáknak eső kell, nem hó. Na mi van? Jöltük. Úgy nyugodt kutyus, tehát ő elviseli ezt, tehát nem nagyon szokott szökni meg ilyenek. Hát nincs. Na mindegy, akkor a mai zsákmánnyal búcsúzok. Sőt, hát ja. Mert nincs sok, ezért hát egy index képet is jó lenne mondjuk kraftolni, de majd csak otthon. Ott vannak kicsikék. Hopp, még itt van egy a zsebemben. Így ennyi a mai zsákmány. Látjátok, hogy nagyon gyönyörűek. Tényleg gyönyörűséges gomba. De sajnos csak nagyon kevés nőtt idén eddig. De olyan szép. Nem hiszitek el, ez itt tényleg egy rettenetesen gyönyörű gomba, így élőben. És sok van belőle, máshol, nem itt, sajnos. Még nem nő. Na jó van, sziasztok!